Nem volt magyar játékos. Stíver lő! Gól! Gól! Most nem a 84. percben Mindgera, hanem a 82. Stíver jobb. Kádár. Ott a fejes, és ott az egyenlítő gól. Böde! Egy-egy. Nem lehet ezt ki. Böde. Böde csele. Böde még mindig Böde. Lövés! Gól! 2-1 Böde Dani! Lábbal azt rá is lehet lőni. Ma majd Kleinrész lelő. Gól! Gól! Ott van! Az Ujjac megszerzi a vezetést! A 16-oson belülre ér. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Gól! Nem is hagy a gól! Úristen! Priskin Tamás! Csucsák. Böde csúsztak. Gól! Gól! Került a labda a kapuba. Ezt gólnak hívják. 2-0. Eldőlt. Game over. Magyarország az Európa bajnoksága. Kettős győzelemmel, 3-1-es gólkülönbséggel a magyar labdarúgó válogatott kiharcolja a jövő évi Európa bajnoki szereplét. Lesnek és újra Szalainak, és ott a gól helyzet, és a gól, és a gól! Szalai vezet Magyarország! 550 nap után Tiber a 16-oson belül lövés, gól! Szép összjáték, mikor is a 16-oson belül, ott a megörített labda, és gól, 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 Szalai, nem adta a jóval, nehogy már kitaláljon valamit, hogy valaki szélütést kapott, vagy uzatott, egy-egy megérdemeltünk, megdolgoztunk érte. És Gera még akár lőhet is, rá is levi, gól, Gera, a 25. gólja. Még egy lövés, megpattad, gól, gól, pattanjon meg, ahányszor csak akar, 3-2. Na halihó, szép délután kívánok, srácok, üdvözletem mindenkinek! Klasszikus, klasszikus játéka fogunk játszani, FIFA 15, OTP Bank Ligát fogunk tolni, Miku foci edző lesz, megyünk tovább Baba Tunde nyomdokain. Hello Levi, hello Aurelia, hello Iceman, üdvözletem mindannyiótatok, elvileg Ritó is itt van velem a DC-n, csak most le van némítva, de majd megjön. Letöltöttem ezt a játékot, és eszembe jutott, hogy mi van, hogyha van hozzá esetleg magyar mod. Hát hál' Istennek találtam, szóval kíváncsi leszek. Megnéztem tesztmérkőzésbe, úgyhogy jó lesz, jó lesz, jó lesz. Lakatos Ronaldo legyen a keretbe, az igen. Na, azt mondom, hogy akkor menjünk is át szépen a játék kijelzőre. Így. És akkor levesszük a chatbubit elsősorban. Így. Okay. Ez pedig mehet. Nagyon jó. Szuper. És akkor játék. Már is megjelenik nektek, amint eleugrik itt az a kis ablakocska. Így van. Játékhang van. Nagyon jó. Átrakom az OBS-t a másik oldalra. Így. Szuper. Lássuk a csetet is mellé. Oké. Okay. Na. Elméletben mindennek működnie kéne. Így. Na, srácok, kérek majd ellenőrzést, hogy jó-e a hang, meg stb. Hallom, már Ritó is megjött. Estét. Na.
Nem. Igen, itt a kontroller kicsit másképp van, ugye még a régi Xbox 360-as kiosztást használja, még DSD-gyel is, úgyhogy menni az nem a legfaszább. A Győr csapatával fogunk menni, és majd addig-addig küzdünk, hogy a Fradi leigazoljon. Szóval az első meccsünk, Göteborg, az milyen nemzetiségi csapat? Göteborg. Göteborg, ja. Nem, már nem, ez egy svéd csapat. Svéd csapat? Nézzük az irodába. Ez ilyen felkészítő. Sebastian Ostrolek, szövetségi kapitány. Szeretnék gratulálni és minden jót kívánni a Győr menedzseri címének elnyeréséhez. Ja, várjál! Lehet, hogy itt a... Lehet, hogy a itt a csapatnév az megmaradt a gyári? Meg az izé tulajdonosok neve? Ez lehet. Nem, itt meg már jó. Akkor nem tudom. Azt mondja, ez mód. Ja, mérlegeltük a csapat esélyét a hazai kupáért folytatott versengésben. Jó lenne szerepelni a kupa küzdelmekben, ezért örülnénk, ha teljesíteni a következőket, bejutás a negyed döntőbe. Negyed döntőbe kell jussunk, srácok, ez jó lesz. Na, minden jó, örülök. Megoldásnak a Fradi. Az. Keretedző. Hello Miku, üdvözöllek a klubnál, és azonnal felhívnám figyelmedet a felderítőkre. Jó, az a hagyjál békén, azt a rendes fifába se szeretjük. Tisztelt Miku, a nevem Krisztián Nagy, az egyik felderítője vagyok. Tájékoztatni szeretném őt arról, hogy hogyan tudok én és a felderítő társaim segíteni önnek. Köszönöm, hagyjon békén. Arigato. Jó, azért benézünk. Mateo Pavlovicsot ajánlgatja itt nekem főleg. A Ferencváros játékosa, a többiek, Puskás Akadémia, Honvéd. Hello Isimu, hello Roli, nektek is. Oh, Roli is itt van már. Vilmos Szalai. Nem írja az értékeléseket? Ja várj, csak akkor írja, hogyha elküldöd őket, hogy figyeljék. Igen, így van. K-ház gondom közép hátvéd. Ja. Na. Hát, akkor menj és figyeld. Szerződés lejár. Na. Jó. Érdeklődés. Na. Akkor ingyen meg tudsz szerezni majd. A Fradiból nem igazolok el játékos, mert oda akarok majd menni, szóval. Na, első és a legfontosabb, amit meg kéne csinálni, a ingyen játékosok körül körbe kéne nézni. Aha. Mert ott talán találsz jó. Isimu? Nem. Jó? Nem. Szóval. Ahó főnök, arra gondoltam, hogy kicsit frissítetni a keret összetételét, és én is játszassak. Bence Nén. Kor 15. Gondolom magyar, csak lengyel zászlóval. Majd meglátjuk, jó. Bence. Na, akkor tekerünk az időn. Ja, várj, ezt hogy játszunk el. Na mindegy, akkor játsszuk egy barátságos mérkőzést. Na, ezt kifejtett, barátságos. Ezt a billentyűt azt kivesszük, így. Hát ilyen... Szokásos mezünk van. Jó ez. Ők pedig jöttek a kékfehér csíkosba. Na! Pákai! Csapatkezelés. Nem érjük, annyira akartam. Na jó van Isimu, köszönöm szépen. Köszönöm. Belállások. Ezt ezzel csinál meg neki. Örülni fog neki, csak tagadja. Piskin lesz az első számú játékos. Gondolom csak kontrolláltam vezérelni. Aha. Püskén, Pátkai, Windekör, Koltai, Ibanez, Lipták, Pogacsics, Lang, Bucsa, Radovski és Prisó. Ez a kezdő csapat. Hát ez, ez... Van egy Szabónk, egy magyar nevű játékosunk. Hát én kihasználom az alkalmat és be is vágom gyorsan a csenepadra. Rudolf. Csatár, 68-as, sőt az jobb. Farkas. Farkas 2, ez a neve, Farkas 2. LOL. Na. Ez komoly. Jó. Horváth a cserekapus, viszont csak 57-es. Na se baj. Srácok! Megkezdődik az első mérkőzés, de mert én annyira akartam volna, ej. Menjünk. Na, sok siker az első meccshez, ez... Klasszikus intro. Hm.
Hello, Mackó, hello, hello, neked is. Ali. Na nézzük akkor, megkezdődő srácok az OTP Bankliga első barátságos mérkőzése. Felkészülünk a szezonra. Menjünk. Jézusom, milyen gyorsan futnak ezek te? Hát, lehetem is játékosok szól. Jézusom! Én a 60-as meg 50-esekkel, jó lesz. Ezért mondom, hogy körbe kell nézni, de a ingyen kapható játékosok között. Nem, mert a külmeccs után nézünk. Biztos van ott egy 80-as. Radovszky. Long. Ez Lang Ádám, gondolom. Pátkai. Ja. Ez vajon a Pátkai Máté, mondjuk gondolom az fiatalabb, szóval nem hiszem, hogy ő. Max valami rokona. Csináljuk a helyzetet. Jaj, rossz helyre. Wood 14, tessék az ará. Fordulj meg. Hú, ez az emberváltás, az borzasztó, amúgy a régi fifáknál. Passzolját oda? De ne oda! Hova? Ja jó, oké. Okay. Az komoly volt Ibanez, nem érted el? Wow. Azt remélem láttátok, hogy mi történt. Oké. Okay. Hát, igen. Az megszabálytalan, nem baj. Jó lesz ez a Győri Eto'o. Még nem lőjön gólt, addig jó, nem? Hát. Látszik, hogy az animációk nem változtak 10 évvel később se. Jaj. Elvégzi, szabadrugás, rátekerje vagy beadja? Valószínűleg beadja, aha. Hát az... Elég szarbeadás volt, mit nem mondja. Pont kitakarja a YouTube, Twitter. Jaj, igazad van. Ezt akartam is, hogy... Levesszük onnan. Várjatok. Mindig visszarakjuk ide az csetet, úgy. Mondjuk nem sokára vissza akar rakni, amikor már 5-0 lesz az ellenfélnek. Az. Igen. Benne van az ilyen. Az. Figyelj, 5-0 csak nem lesz. Remélem. Ha nem 5-0, akkor 6-0. Most áttesszük ide. Jó. Szupi. Oké, okay. Elvileg most jónak kéne lennie, ha az EA Sport izét úgyse fogja zavarni. Jó, minden, skacok hangi. Régi játék, így az altabolásnál előfordulhat, hogy vannak, lesznek problémák. Bucsa. Prisó. Így, bakker, megtolta. Kett volna. Pacek. Na, örülök neki. Ez nem lesz szerette. Jézusom, mik voltak azok a mozdulatok, te? Körbe zárjuk. Úgy, a... már nem sikerül. Monster. Olyan gyorsan passzolnak, hogy nem mindig van időm felolvasni a neveket, mert a... Nem tudunk állítani valami ízét? Ki írja? Nem ez. Beállítás. Játékbeállítás. Akkor látvány, játékos nézse, játékos jelölő. Ha? Jó, ez így jó lesz. Na, helyes mackó, jól van. Aha, most már írja. Norster. Koltai, szépen szerelt. Jöhet a szögle. Ricks. Riex. Hát ezt köszönöm szépen, hogy Bucsának adtad, haver. Koltai, Pátkai. Bucsa. Pátkai megint. Priskin. Vindeker. Pisó. Hát passzolgatunk. Jaj, becsúszott Svensson. Svensson. Vedd már tőle a labdát, haló. Vindeker. Megy Priskin lő! Fölé! Meg volt az első kapura törés. A mérkőzésen. De marad a 0-0. Na, nem rúgott ki? Sandberg. Endekör, szép fejelés, Pátkai. Prisó. Bucsa. Pátkai megint.
Hát ez nem volt jó sajnos. Hallod? Mi fogunk szó áramba, sose sikerült ilyen jó hátrapasszoljak, mint ebbe. Szép volt. Hopp, el is adtuk a labdát, nem baj. Na úgy kezd. Bowman. Svensson. Gyertek már rá. Jajaj. Mikkelson. Szép, Lang. Tartsd meg. Kisó. Szóval nincsen olyan gyors passz, tudod, mint az ujjakba. Megnyomod a felső gombot, akkor gyorsan passzol. Hát ebben nincs. Hát ez még az a régi. Kisó, szép labdaszerzés. Radovski. Szerintem az jó is lehet ezen a oldalon. Az gyönyörű. Milyen jó a vision, bakker. Priskin. Priskin beteszi a labdát, úgy van. Át, szerintem ez túlment. Túlment. Nem baj, az elképzelés nem volt rossz. Passzolgat a IFK. Ezt most megetetett minket. Jó, szép. Lucho! Jajaj, 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 jajaj! Oké. Mellé. Játék hangja néha beszaggat? Ez nem jó mondjuk. Álljátok. Igen, az sajnos előfordulhat, mivel régi játék. Ugye, orvosoljuk ezt a problémát, hát ha. Hát most? Ne futsál én, tűnös! Priskin. Átra teszi. Bucsa. Windecker. Rövid volt a passz. Ibanez. Lipták. Pátkai. Jó, szép. Áj, belefordult sajnos a védőbe. Priskin megy. Priskin visszaszerzi a labdát. Nagyon jó. Csak el is adja. Valami változás, mackó? Most jó, oké. Jajajajajajaj. Vigyázzunk, vigyázzunk, vigyázzunk. Szép, Brabowski. Gyönyörű. Windecker. Pátkai. Priskin. Priskin megindulhat, csak az a baj, hogy egy az öt ellen, az nem túl jó. Szép hátrapassz, Priskin. Windecker. Pátkai. Fölteszi Prisónak. Bucsa. Priskin. Bucsa. Ájjajajaj. Elhaltunk a passzolásba. De bent tartjuk a labdát. Prisó szépen csinálta Windecker. Az nem jó. Az nagyon nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Viszont visszaszerzi Lipták. Szép volt. Szóval megint adjuk. Priskin. Az mi volt? Az les volt. Oké, játék. És tényleg les volt. Onnan jött vissza sajnos. Nem baj. Egyelőre eléggé kiegyenlített a mérkőzés. Jó. Priskin. Visszahúzza. Pátkai. Ott elindulhatná szélen. Bucsa. Ő az? Bucsa, igen. Ah. Egymást zavarták az ellenfél játékosai. Hova adod a passzlang? Eriksson. Jó. Hát na. Letelt az első félidő. 0-0 egyelőre az állás. Hát, nem egy kiemelkedő mérkőzés, de nem is vagyunk annyira rosszak, szóval. Mi barátságos, mert tőle nem állunk sokat. Szóval, Győri Eto vs. Göteborg 0-0 az első félidőbe. Milyen jó volt az az arcvadáltás. A Budapest Honvéd, jól láttam, egy-egyet játszik. Az igen, jó gyorsan fáradnak a játékosaim. Rolling again. Na folytassuk. Bucsa. Pátkai. Bucsó. Priskin. Hát teszi Pátkainak, viszont elesik. Göteborgiak viszont előre passzolnak, mert a kontra viszont kiviszi Bowman. Szép volt. Így jöhet a Győrjétől. Mindig Ferencvárost akarok mondani reflexből. Szokni kell.
Mindekör. Magyar, napagyar, annyit eltaláltam meg zöld. Igen. Zöldfejjel. Bucsa. Ajaj, eladtuk a labdát. Bowman. Langon átjut. Viszont visszafordul. Jó, Lang. Oké, Lang. Bele tudtunk érni, nem tudtuk elvenni a labdát. Rijex. Szedjük, szép, Brauski. Tehát a szöglet. Hello, szellem. Itt neked is. Műség, műség. Na? Jön a fejes! Nem olyan irányítom, mint... Bocsánat. Mondjad, mondjad. Nem olyan irányítom, mint a rálmad. Nem. Oh! Jó, azt ki tudtuk hozni. Viszont megint beszorulunk. Jó, Koltai, szép. Mert az ellentámadás, Pátkai. Az igen! Az lapspori! Nézd, de még veszekednek. Ez hiányzik amúgy az új generációs játékokból. Ott a sárga lap, gyönyörű. Nem, most nincsen Levi. Hát az minden volt, csak nem labda. Amúgy csodálkozom, hogy nem piros lap lett. Az ilyenért valamikor beadják a pirosat. Cserél is a Göteborg. Hát, látom, nem csak a mi csapatainknál nincsen messzám, hanem a többi része. Külföldről, úgyhogy akkor ez nem izé probléma, szerintem ez valószínűleg játékbaj. Alapon. No, nem baj, akkor igaz. Priskin? Ó, le tudta tenni, jó van. Pátkai, visszateszi. Á, Priskin! Nem tudta időben, és már lesős volt. Majd amikor meg tudom csinálni Levi, hogy ne legyen olyan zúgó hang, mint a használom. Rá kell jöjjek, hogy ezt miért csinálja. Ajaj, tovább tettük Ericssonnak. Ericsson, megkerülő csel, bejött neki. Az igen! Szép, mindekör. Passzolásom úgy sokkal jobb, nem is nekem jobban tetszik. Meg akkor is, hogy nincsen assist. Jó, Priskin, tovább teszi, Pátkai, viszont hárman jönnek, négyen jöttek rám, basszus. Egy emberre vágod? Négyen! Úgy kell. Hát, ha fölmegyünk offenzív módba. A fejes Lang, szép, Lucho. Tovább vagy a Kótainak. Ericsson megint becsúszik. Annak örülmény nem, hát izétek, szántottak föl. Igen, amúgy. Lesz taktikára. Ajaj! Jújjúj! Hol vannak a védők? Hárman! Haló! Hárman voltak, basszus! Üresen! Pogacsics! Kivédi! Hát most majdnem hátrányba kerültünk. Hát az kontraakció. Bucsa. Priskin. Hát teszi Vindekörnek. Hosszan tolja meg. Jó, Lucho, szép szerelés. Priskin. Az a baj, hogy nem tudtuk hova tenni. Salomonson. Jézusom, mi ez a név te? Salomonson. Vigyázzunk. Ericsson. Továbbadja. Beteszi szélre. Ott a fejes Lucho kiszedi. Szép. Jézusom. Mind a ketten elugrottak a labda mellől. Azt gyönyörű volt. Na. Jó. Majdnem. Nem sikerült végül. Szedjük már el tőle a labdát. Ericsson. Svensson. Jujj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 
Bucsa? Bucsa? Majdnem bejött a megkerülős csel. Moment. Az a baj, annyira sötét itt lent a pálya, hogy zöld mezőn viszont nem látok rendesen. Hát mikor lappal játszod ez a hátrány? Hát igen. Visszaszereztük, jó, Bucsa. Windecker. Koltai, á. Bele a védelembe. Tehát az akár nem magyar kommentárnál, úgy így is jó. Lucho, szép szerelés. Jött a Göteborg egybedobással. Csere!
Lasse Vibe jön be, és Jakob Ankersen megy le. Amit tényleg nekünk is kéne cserélni még. Nem ártana. Hát az... Minek az jó? Fittek egészségesek, mindenki vírja. Igen. Na azt mondja, hogy KVK, jöhet akkor Kamber. Úgy. Csatárnak Priski helyére jöjjön Rudolf. Hozzuk a magyar embereket. Bucsa helyére is kéne valaki. Strestik. Jó. Megvan a három csere. Tudom, Mackó, tudom. Nem nézek Box utca online, szóval... Vagy mi ez M4-en, nincs rá időm. Na, meg annyira hatos. Beszélnek a szezon elejéről, ami már tudunk. Pláne egy hétfő, amikor nekem munka van, tehát estig. Hé. Ötkor csak végzek csak. Hopp, ott valaki lesérült-e már? Jó, les. Remélem nem sérült meg, basszus, mert most cseréltem hárma. Vitták. Gólt kéne szerezni, legyen már kényelmes 0-0. És na, az ellenfél szerezze a gólt, ha lehetőleg. Ezt elrontottuk megint. Jó, Kamber. Ströstig. Mit keres a csatár a középpályán? Pátkai. Koltai. Jött a beadás. Á, de nagyon rossz. Borzasztóan rossz helyre. Hello, Robi. Marjali. Pátkai. Lucho. Kember. Rudolf. Á, ez még jó lett volna, basszus, csak nem indult el időben a játékosom. Jajaj, most ez kontrakció. Figyeljünk szélen. Vibe. 4 perc hosszabbítás jön. Pogacsics. Hozzuk már ki. Úgy. Prisó. Gyerünk, induljunk, gyerünk. Jó. Pátkai. Jön a beadás. Azt hittem öngól, basszus. Gyerekek, jöjjünk vissza védekezni. Szép, lang. Nope. Nincs erő védekezés. Oké. Okay. Pisó. Szerelik. 0-0. Ennyi volt a Győr-Göteborg mérkőzés, srácok. Hát... Nem volt rossz, de nem is volt kitűnő. Csíí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  Hát na, látszik, hogy hova kell igazolnod legalább. Hát igen. A védelem amúgy jó. A védelem jó. Elől voltak problémák. Leginkább. A középpályára kéne egy kis fürge ember. Igen. Meg egy jó befejező csatár. Na, labdabirtoklás nálunk volt többet. Pontos kapulövések 0-0, kapulövések 2 a Göteborgnak és 1 nekünk. Hát... Igen, olyan nagy meccs volt, mint a legendás Vidi Újpest 0-0 meccs. Pontosan. Látok pillanat és jövök, srácok, egy másodperc.
Hát de csak januártól tudsz vele tárgyalni. És addig szurkolnod kell, hogy ne hosszabbítsuk. Ez jó lesz, ez jó lesz. Semmire nincs pénz, azért mondom, hogy azért kell néznie. Az ingyeneseket. Ott kell scoutulnia gyorsan. Akiket tud. Hát ilyen, mikor kis csapattal kezdesz. Pénz az nincs. Az ilyen 60-70-eseket kéne főként megcélozni itt is. Hopp. Igen. 80-73-as passzolás, 80-as lövés, 76-as atletikusság. Ez jó. Őt akkor nézd meg, mit tud. Úgymond mennyivel vagy, mint válj neki a fizetése is. Játékos igényei. 7 év, 15 ezer dolláros fizetés. Hát 15 dolláros fizetés. Hát azt egy kicsit vigyük már lehet, ha lehetne. Nehogy már ennyi a fizetési költségvetésünk. Egy játékost tudunk kifizetni. Hát az... Még arra sincs pénz, hogy jó, van szletta. Na várj, fontos kezdőnek íratom alá. Tudom, hogy nincsen rá pénzem, Robi. Tudom. Várj, hol van pénzügyek? Hol láttam az előbb? Tőke, ugye? Igen, tőkéni. Ó! Oh. Jutás a kupáig. Per bal, melyik legyen? Igényelek szerintem olyan 100.000 dollárt. Még? Ezt komolyan be kell izéljen végig? Uh-huh. Úristen. Ez jó lesz. Vigyázzám, könnyen kirúghatnak, ha nem teljesíted. Nem há. Kajak? Mhm. Uh-huh. Ó, bazd meg, várják minket mégse. Na itt vannak a szerződések. Ja, mindenki ilyen 1000 meg 3000 dollár, ilyenek a fizetései. Hát reménykedjünk benne, hogy az az egy ember elvállalja, ő legalább tudni fog lőni, meg ilyenek. De itt tudunk azon segíteni, hogy több legyen a pénzed, hát aki nincsen szükséged, azokat dobálj is az izére. Ezek az jogos? Piacok felé. Na várjál. Az ilyen 50-eseket kidabálom, hogy bucsán az megmarad. Ja, meg a korukat is nézed azért. Például valaki nem a 30... Hülye van itt berendezve izé. 35 éves és már nem fejlődik semmi, tehát akkor már nem kevő. Nem írja azt, hogy hány évesek? Hol írja ezt? Hol betű? Csak az összesített adatokat írja. Á, ott van, 26. Például a Farkas Balázs. Ő maradhat. Mervó. Bekapani és eljöjjünk már. 19 éves. A Mervó Bence. Potenciált nem ír, hogy milyen lenne, amíg fejlődik ki. Nem, itt meg abban nincs ilyen. Imre Vankó. 20 éves. Hát... Na, nem lehet. Mehet a plantba innen, ez van fog izéni. Na várj, hogy tudom eladni? Nem tudom azt beállítani, hogy el akarom adni. Power kell ennek lenni. Annak 15-en nem nagyon játszottam, úgyhogy meredjél karriát, úgyhogy kicsit izénysekem. Lehet, hogy ezt nem is itt kell csinálni. Átigazolás, játékos eladása, aha. Játékos eladása, aha. Na itt meg már írja a kört is. Kölcsönözve teljes ide... Ja várjál már! A fél csapatom kölcsön! Na! Bazd meg! Vankó is. Az gyönyörű. Az baj. Végig. Ibanez ára 1.300.000. Mhm. Azt ez ki? Mikotom én ábbe. Ja? Nézd csak ide. Az értékelés az mondjuk jó.
Az jó lesz. Jajjaj. Aha, most rendszerezte is. Ibán ez is, 1.300.000. Hát... Ez ebből kéne adogatni egy párat. Hát egy... párat, ez így már... Bravoszki maradhat, ő jó volt az előző meccsen. Hú, de szar a menüje. Windekör maradhat, Kamber Trakajovic. Szerződés lejártával visszavonul. Nagy szerok, elsorolom. Bassza meg. Mondjuk bepróbáltad eladni, de nem viszont, hogy megveszik. Hello, fasz, nem érek vele, azt hiszem. Rendezd már be nekem, léci árakba. Így. Miért ilyen szar ennek a menüje? Jó. Völgyi, kölcsönözz be teljes idényre, nem tudom eladni. Francba. Hát nem tudom, hogy kölcsönözve van, azt nem tudod eladni, hogy max csak visszakülje írulod. Quatilitaia. Mennyi? 650.000. Szerződés bontás költsége 153.000 dollár. Nem bontani akarunk szerződésre, nem el akarjuk. Felvétel a... Hol van itt az eladás? A rendjék el az ének kimutatja, hogy átadó listára fogod tenni. Felvétel kölcsön, kölcsönlista. Átigazolás, várj ez az ugye? Aha, átigazolás lista. Oké. Okay. Koltai. Nem volt rossz, amúgy. Hát akkor nem arrafat. Prisó 6500, Farkas 2. 26 éves. Mennyi a izéje? 78, 75, 73, 71. Hát nem kiemelkedő. Csatár. Az ő. Értéke 850.000 dollár. 26 éves. Szerinted? Nem tudom, hogy nézem be még egyszer az ízét. 54, 54 és 64 is. Uh-huh. Add el, de majd tárgyaljál velük. Azért ja. Négy drága, mert tudod adni majd. Mint ér. Rudolf. Rudolfra sokat Rudolf. Ér, viszont lehet, hogy ő meg jó lehetne. Csatárnak. Rudolf kell ide, ja, Rudolf kell. Trestik. 27 év, 6-7-es összeátlag, 1.100.000. Viszont neki nagyon jók az értékelései. Hát akkor el nem adjuk, hát az felesleges. Mi marad? Trakovicsnak is jó az értékelései, az a baj. Nem a ő vissza is vonul, szám. Igen. Nem az összeg a lényeg most, hogy mennyit tudunk keresni, hanem hogy selejtezzünk kifelé azokat, akiket nem használjuk. Azok csak viszik a pénzt. Az a baj, hogy a legtöbbön ugye, akit használunk, az kölcsön. Tehát maradnia kell párnak. Viszont nincs olyan, akiknek hát dobni. A 60-asok közül nem szabadna szerintem semmiket kidobni. Nagyon. Egyelőre nem. 15 éves német Bence. Na, ez mennyi az ősz rétingje, az mennyi? Nagyon rossz. 57-es az összes izéje és 55-ös az összértéke. De hiszen, hát 15 évesen az nem is rossz. Hát jó, csak na érted, nem nálunk fog kiizélődni. Ebben a játékban hát, nincsen fejlesztés, ugye? Azt hiszem. Nem tudom. Lehet. Nem tudom már, hogy van egyben egy fejlesztés már betív. Ha nincs, akkor aggódjad elfelé. Csapatkezelés. Ez csak a izé felállás. Na mindegy. Ha nincs edzés, akkor nincs izé. Érdeklődés Vilmos Szalai kapcsán. 400.000 DVTK. Na. Hogy tudok rámenni? Hogy ilyenkor még nem lehet? De hogy nem, hogy rámenni. Hát ha érdeklődik, akkor már. Tudok rámenni? Na. Akkor valószínűleg várni kell. Aha. Érdeklődés Dzsudzsák Balázs kapcsán.
Válaszol Zsuzsák Balázs kapcsán tett ajánlatára 15 millió összeget szeretnénk. Stanislav Csereszov. Na, bazd meg Csereszov. Pont te? 15 millió, tehát nem tudod izélni. Hát ott mi messze vagyunk. Kölcs, igényeink kölcs. Ezt nem fogja utasítani. Na nézzük. Azt mondja, a Willem 2-vel fogunk játszani. Következő barátságos mérkezésünk. Tegyi nap talált azért nézzél majd, hogy van a meccsét. Mindjárt elnézünk. Dinamo Moszkva tárgyalás Zsuzsák megszerzéséről. Igen, a Győr sáros nem fog menni. Ja, hogy nem, hát... Hol volt egy kalendár? Azt mondom, idény, ugye? Aha, naptár. Na szóval, most van ez a Willem 2-es csapat nevű meccsünk. Utána Al-Hilas SFC. Szintén barátságos Saudi. Meccs. Saudi? Saudi. Aha. Utána viszont megkezdődik a bajnokság rögtön az Újpest ellen. Idegenbeli mérkőzés. Tökéletes. Majd egy hét múlva a Haladással fogunk játszani. Hazai mérkőzés. Utána MTK idegenben szintén. Pécs. Pápa. Majd... Dunaújváros, Ferencváros, majd szeptemberbe. Utána megint egy MTK, és egy Puskás Ferenc. Jó lesz ez! Nincs a szimulálás, de van. Ja, tudsz szimulálni. Izé meccset nem akarok most játszani megint a felkészülését. Hát, haladni akarsz, akkor muszáj ezt szimulálni egy kettőt. Ja. Na, Ferencváros vesztésre áll. Az MTK viszont vezet. Aha, 1-0 a hátrányunk, szuper. Fradi egyenlített. 2-0, ehe. Hát ez egy sima 2-0-ás vereség. Jó, hát egy holland csapat elmenti. Aztán hollandok. Felderítettem, amit lehet. Na nézzük. Na. Magyarország. Igen. Jó az a Magyarország, jól néz ki Lengyelország térképével. Jöttem megnézni, mit csináltál. Üzd Miku. Igen. Nem biztos, hogy találok olyan embert, aki kéne. Hát az baj. Az baj, mert máshol nem lesz lóvé. Na mindegy, még egy szimulálás. Nem lesz könnyű, mint látod. Hát az biztos. Nem olyan, mint a Real Madrid, vagy Barcelona, vagy valamelyik Premier League klub, hogy már van píz. Hát egyelőre 0-0, viszont kapjuk a sárga lapokat ezerrel. Priskin, 11-es, 1-0, 1-1. Oké. Okay. Na. 1-1. Ez a drága jó csapat akarja megvenni Messit. Igen. Aha. LOL. Na, srácok. Első OTP Bankliga mérkőzésünk az Újpest ellen. Hú-hú. Hát ez így gyönyörű lesz ezzel a kerettel, már most mondom. Takamin vezető edző bemutatkozni készül éles mérkőzésen. Pontosan. Hájjáj. Jó, hát Újpestre csak elverődni. Nézzük azt a keretet. Mindenki épp, hát Pátkai mondjuk nem igazán. Oké. Okay. 4-5-1-esből állás az. Csak ez a színű mezünk van. Akkor legyen így. Na. Na, válasz már ki. Most mi van? Ja, bocs. Billentyű. Most. Bazd meg, nem az Újpesthez. Köszönöm. Hú, de messze, hogy billentyűvel kell csinálni. Az NFL-t akarod irányítani, ez úgy, oké. Miből gondolod, Robi?
Pátkait azt leviszem szerintem. Nem ezt akartam megnyomni? Így. Azt mondja, hogy szam. Kit tudnék oda tenni? Kambert. Többiek? Hát, Langsa a legfrissebb. Közép hátvéd, Tóth. Gyere, Tóth. Miből gondolod ezt, Robi? Oké. Okay. Fú, viszont borzasztó, hogy le van fordítva magyarra, és ugye a három betűs jelzés. És ugye ja. Én angolul tudom őket. Nyugi, én is. Azért van Bucsa. Fura. Bucsát majd le kell cseréljük mindenképp. Teszek is be középpályást. Bal középpályás, középső. A Pátkai helyre így. Hát... Utoljára még kifejlődnál a magyar tő. A 0-9. Ó, Banyek, utálom ezt a menüt. Ki is vissza is cserélt az eredetit, de jó. Fú! Nem jó ez! Kit raktam oda az előbb? Azt a izét, nem? Őt. Nem, Kambert raktam oda. De ha már így vagyunk, akkor maradjon tröstik. Lang helyére raktam azt hiszem izét. Tótot, igen. Jó. Pátkai most nem fog jönni, Farkas, viszont legyen a cserepadon. Ilyen kevés csere lehetőségünk van. Ez borzasztó. Na. TC-n látod? Ez hogy? Mire gondolsz, Robi? Milyen TC-n látod? Már ezt hadd lézzem. Nézzek a botok. Hova küldted? Hova küldted a screen-t azért? Ja, látom, látom. Hát most mit csináljak vele, Robi? Mit csináljak vele? Most ez jól esik nekik, akkor csinálják. Na innen, megyünk tovább. Hát srácok, itt van az első mérkőzésünk. Menjünk élesbe. Meg kéne venni az Újpestet mindenképpen. Elfből is. Meg. És jön az első 5-0-os vereség, aztán tudod. Na, nem játszunk ilyet. Jó, az. Már tudom, hogy ez a keret BL szintű, de na. Rám az jött volt, de ez így gyalázom, hogy. Na, ott van Négu. Ha valamelyik csinál bármit, és akkor meg kibannoljuk szóval. Ennyi. Na. Itt az Újpest felállása. Bardi, Kabát, Nagy, Sulic, Stankovic, Harris, Négo, Litauszki, Hudák, Forró. Még jó, akit a faribból kaptam. Great day, isn't it? Opening day of the season, nothing like it. Wonderful atmosphere here. Never quite know what to think of this team. Miért van ott egy olimpiákos izé? Annak a stadionjában játszunk, az komoly. Na. A magyar bajnoki Franciaországban. Tökéletes. Ittem egy jót. Rácok, kezdődjék akkor az négy. Az első tét mérkőzésünk. Szevasz, Krisz. Hello, hello. Mali, Krisz. Lipták. Tóth. Persze, hát be nem adott meg egy 11-es. Prisó. Tóth. Visszateszi Prisónak. Oké. Okay. Az igen, Stankovic. Kabát.
tetszett a neve, ahogy kimondta izé. A kommentátor. Már vissza. Úgy. Vendekör, jó? Ajja, ez nem lesz jó. Hudák. Hát csak odalépni tudtunk, de nagyon nem tudtuk elszedni tőle. Bucsa. Jó. Megírja, hogy a passz. Úgy döntött el kezdeni egy kicsit a FIFA-val. Oké, Bucsa, nagyon szép labdaszerzés. Indulj már el. Bucsa, oké. Áj, de nem tudja áttenni a labdát. Jó, visszaszerezte, szép, Sresik. Priskin. Úgyhogy lassítsunk, mert nem jött senki megint támadni. Bucsa. Priskin. Windbecker. Priskin. Tedd már. Az jó, az. Hallod? Elváltott a játék a játékosomról. Pedig a csatáról akartam pont rúgni. Öcsém. Na ilyet se tapasztaltam még. Tóth, visszaszerzi a labdát. Csetet majd a szünetekben nézek, srácok. Lesz kommentálás mellett kicsit nehéz. Püskin. Egyelően mindig a torka. Nem is az, hanem ugye nem tudok oda nézni. Nem az, Krisz kérdezte. Ja. Hát, úgy ahogy. Az mi volt, Reszti? Estére lesz energiája, nem kaptok én. Azért streamelünk most. Úgy nekem, hogy ki akartam ezt próbálni, ha már leszettem. Ott játszik a labdával, komolyan? Micsoda időhúzó taktika ez te? Ha nem marad hangja, akkor meg ellopjuk el az ajakanyítást. Ah, persze. Gyerekek, hallod, az Újpest folyamatosan tartogatja csak a labdát. Ja. Szedjük el? Úgy, lipták, szép volt, Bucsa. De most kéne azt, hogy valaki jöjjön velem. Ajaj, ajaj. Az szépen át cselezte rajta magámát. Szedjük már le. Ajaj, jabaj. Jabaj. Nem kéne gólt kapni. Nagy. Harris. Azért gondolkozik a gép, hogy mit csináljon. Behalok. Ja. Sok nem skriptelt szar, mint a mostaniak. Röstik? Ennyi? Mit? De valaki jön, már támadik, könyörgöm! Vissza kell mennem! Ucsa? Mostani is elég jól gondolkodnak, mert akkora izégúl kaptam most az előbb, mint a húzom a kezem, én is játszok egy pifát. És éppen kikapok. Ehe, jó az. Nagyon. Kupa. Spanyol kupa döntő rá, Sociedad ellen Barcelonál vagyok, és hát felmosákolom a partlót. Na, script. Jó az. Windekör szép. Windekör amúgy nagyon jó a védelembe. De legalább nekem van pénzem igazolni. De nem teljesítesz jobban, mint én, szóval. De. BL-ben benne vagyok. A rám, amit kiesett a BL-ben nálam, úgyhogy ez nekem a bajnokságot már szinte megnyertem, úgyhogy... Ez mi volt ez a mozdulat? Windekör. Bucsa. Az jó jött végül is. Priskin. Valaki jöjjön már, akinek tudjak passzolni. Az gyönyörű volt. Nem köszönsz a labdát. Az Újpestnél 100%-os a passzpontosság, az komoly. Az gyönyörű. Úgy. Windekör. Hova? Ott ki volt? Mindenki. Jó, szép, Bravoszki. Ajaj, 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 viszont most ott lemarad. Na, nem tudja beadni, jó, ketten megyünk. Hő! Jajaj, nem! Úúú, Pogacic! Jaj, elég pattad! Oké. Ezt megúsztuk bizony, Pogacic mekkorát védett. Meg is pattant a labda ráadásul. Szép. Hát a szöglet. Ha? Jó? Passzolt pat... Ne! Vigyázz! Jó, Tóth, oké. Tisztáztunk. Harris.
lehet tippelni az eredményt, hogy mennyi lesz a Újpestnek. Jön a fejes! Lucho! Szép! Gyertek már, könyörgöm! Ú, bazd meg! Jó, túlságosan megtoltuk. Hűha! Oké, szép! Gyönyörű szerelés! De hova passzolsz már megint? Tehát vissza, szép Lucho, gyönyörű, gyönyörű, stresszik! De nem igaz, hogy nem tudja átvenni a labdát, hallod? Hát mire megnyomom már gombot? Az még szebb volt. Igen, a passzoláshoz viszont hiányzik az assziszt. Hogy tudja a játék, hogy hova kell automatán passzolni. Szép ott Kotai. Jaj. Igen, van egy kis kihívás benne. Hát. És meg kell tanulni, folyamatosan tudni kell, hogy hova húzom éppen a gyroszkóphoz. Hát az első fél időben 0-0, srácok. Érdekes egy mérkőzés. Ezt meg kell hagyni. Vagy én még a Bayern München ellen, de jó leszek. Az a kapuson múlt, hogy most nem 1-0. Na, nem ilyen igazad lesz, és 2-0 lesz. Ez a 4-5-1-es felállás, ami borzalmas. Hát ez az. De még egy meccs, ezt még megpróbálom lejátszani így. Hát azért nem megy, hogy senki támadni, mindig ott van hátul. 4-3-3 kéne. Helyet sem tudom, amikor osz offenzívba kapcsolok, akkor miért nem alakul át? Mert ilyenkor át kéne. Na hát, mert az összes úgy van bárhogy, hogy 4-10-ben az a felállásról. Na várj, ez nem jó. Ez se. Legyen ez, ne legyünk túlságosan kinyitva, középen. Oké, Lucho, ide Kotai, Windekör. Legyen így, Priskin. Középre. Jobb szélső, oké, és középső, támadó középpályás. Hát most ő lesz szélen. Megpróbáljuk így, hogy valami tudunk elalkotni. Szélen vezetik a támadást egyelőre, nagy. Windekör kíséri. Nagy. Átjut, szép Koltai. Oké. Koltai. Priskin. Szép a becsúszó szerelés. Nem tudtunk tovább menni sajnos. Jújúj, üres a bal oldal. Nem. Nem. Szép Tóth, gyönyörű. Stankovics. És az kimegy. És még lesz is. Király. Bazd meg, ez a srác úgy néz ki, mint Styles. Ez komoly. Hova? Ja. Oké. Lucho. Gyerekek, formációt váltottunk, csak jelzem. Álljunk már át akkor 4-3-3-ba. Szép Koltai. Fú! Koltai legalább jól tud szerelni. Szedez. Jajaj. Jön az Újpest. Nagy. Nagy. Jó, Lucho, gyönyörű. Na, irány előre, futás. Bazd meg! Késő húztam rá a kontrollerre. Menj oda. Úgy. Lucho, Rissó, szép. Jó, Windekör. Windekör, Priskinnek adja, Priskin, de bazd meg, miért tolod meg? Mi ez a hülyeség, hogy megtolja a játékos alapon a labdát? Az igen, és ott úgy föllökték, mint a húzat. Azt szerintem akkor a 0-0-ás mérkőzés lesz, mint a húzat. Bár az legalább pontot szereznénk. Forró. Andrik.
Kabály. Kabálynak mondja a kabátot. Ez komoly. Passzod már, Windekör! Jaj, jön a fejes! Oké, nagy megoldotta. Szép. Uff. A szőle, úgy. Mindenkör. Puskin. Jó, szép volt a keresztlabda. Bucsa. Mindenkör. Az hova? Nem oda szerettem volna, haló. Hello, pestős doktor. Hello. Állítsd meg. Kabát, gyere. Úgy, Lucho, szép. Gyönyörű. Állj meg, Koltai, oké. Lipták. Windekör, szerintem ő már hótra elfáradt. Jó. Puskin, megint. Még azt nem tudok elpasszolni időbe. Jó, cseréljünk valamit még. Ez így nem lesz jó. Egy gólt azért lőhetne az Újpest. Nem lő egy gólt az Újpest. Nem. Nincs ilyen. Véletlenül sem. Ne is gondolkodj ilyenen. Prisó. Bucsa. Rakamber. Dicsérd meg Eulát, akkor már megváltozik a vélemény. Persze, igen. Jó, maradhat. Középpályát kicseréljük, már mindenki fáradt. Na gyerünk! Krisztián, az Újpestnek való szurkolásért ban jár. Ja. Örülj neki, nincs itt a kuzen. Nyugi, minden csapatnak szurkolom, amelyik ellened van, úgyhogy. Ilyenek a divat szurkolók, Jami. Az már más, Krisztián. Szép volt, Bucsa. Nem. Nem szurkolunk egyik oldalak se, de azért Budapest zöld-fehér, jó? Oh, igen! Tyú! Azt megeresztette rendesen. Perovic érkezik Bárdi helyére. És akkor jött nálunk a hármas csere. Szép lövés volt amúgy. Kár, hogy nem akad be. Ja, tényleg az nézelkésznek. Nem ért a focihoz. Elég nagy hiba. Na, várjátok, majd mindjárt meghal a torkom megint, nem már? Van a. Be ne vigye el! Na! Jöhet a kirúgás. Az elég tökéletes taktika. Az a legjobb taktika. Áj, de megint nem tudtam elpasszolni. Egy ott a körlevés után úgy is tudja. Az. Puskin. Ah, jó lett. Az még jó. Azaz. Kamber. Farkas. Kamber. Fordulj már át. Ja, hát a lövés! Megpattan. Na, szabadrugás. Jaj, Rito, hogy kell rúgni ebbe a szabadrot? Na, ez egy jó kérdés. Az nálam így kimaradt. Jó az, pestis doktor, jó az. Na úgy kell, egyébként úgy kell rúgni. Hát... Na? Mi nálunk az is kapott szépen zsúgyú. Jaj, itt meg a klasszikus van. Hát, megpróbál. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Hát egy picit mentett volna lejjebb is. Nem baj. Majdnem egy Harry Kane. Amúgy nem játszunk olyan hú de rosszul. Tehát az Újpest nem focizik le minket, csak mi vagyunk balfaszok ellen. Hát, nincs egy jó futójátékos. Igen. Remélem az a 10.000 dolláros játékos jön. Szedd már! Hát ne hagyd már! Jaj! Jabaj!
Jó, szép ottót. Gyönyörű. Bravoszki. Ez a név, bazd meg. Imádom. Püskin, hova vezetett a bolond? Jó, farka. Hát nincs meg, ott hagyja mind a kettő a labdát, bazd meg. A két hülye. Most miért egymást ütitek amúgy? A két játékosom egymás zavarta. Vedd már el tőle. Értem, Messzáj mit ér ez, amikor szenved ez a játékkal. Ugyan már. Babatunde kéne ide, bazd meg. El fogom küldeni az esőerdőbe őket. Edzeni. Felhívom Okamit, hogy jöjjön. Segítsen. És komolyan az Újpest úgy döntött, hogy tartogatja a labdát az utolsó percbe? 0-0-ás eredménynél? Igen, előző az egy pontot. Ez meg. Ez komoly. Tedd le! Tedd le! Jön a lövés! Áááá, megpattan! Szöglet! Jó. Nem Kriszi bája. Jön a fejes! Nem jön a fejes? Tedd le! Farkas! Lövi! Uuu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 
Csíí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 
Újabb szöglet. Trajkovic adja be. Tizi? Nem. Ó, szabadrugás kifelé. Nem fújja még? Na most. Hát srácok, 0-0-ás mérkőzéshez zárult az első tét mérkőzésünk. A múltépi bankigyába az Újpest nem tudott velünk kereketni rajta, úgyhogy itt voltam fel. Szépen a buli megvejért, Chris. Legalább az egy pont a zsebbe. Ja, haladunk. Komoly volt. Már meccs, azt már BL szintű csapat. Igen. Nézzek, kapra lövés 5-2 a javunkra. Hát a kapu eltaláló lövés az már 2-1 az ő javukra. Már szerintem hogyan, mert az utolsó percben rúgtam kétszer is kapura. Jó, de hát az évút. Szerelésünk sokkal több volt, azt látszik. Jó volt ez, jó mérkőzés volt. Hát kár, nem lett meg végül a végén a gól, de hát ez van. Nem baj. Ja, nem kaptunk ki, pontosan. Jó. Iroda. Igen, szeretnék érdeklődni, mert akarom Vilmost venni. Jó bal, hogy közép hátvéd. Ez kell is. Nézzünk, hogy áll a tabella. A Paks vezet 6 ponttal, ráadásul két mérkőzésük volt már. Még csak egy. Cső, Krisz, jó utat haza. Na, azt mondja, Honvéd a második, a Ferencváros a harmadik. Egy győzelem, egy döntetlen, ugyanez a Honvéd is. Diósgyőr a negyedik, Újpest, Videóton, Pápa, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, és mi vagyunk a 11. helyen. Kecskemét az utolsó, kieső jelenleg. Hogy áll a keret? Jó, mindenki felfrissült, szép. De hát buszom vagy, mi nem ott van, úgyhogy még érvényes, hogy... Hát nézd meg. Na, nem vagyunk benne a 7 legjobb csapatában, franc. Na majd. Ez a teljesítményen, akarsz a 7 csapatát? Simán. Na srácok, okay. Akkor a haladás ellen fogunk menni. Remélem mind a két csapatnak zöld a meze. Hát akkor mehet a szimulálás. Hát bazd meg, ezt nézd. Jó, akkor fehérbe jöttök. Nézd meg, te jöttem. Viszont formációt már az elején átállítom. Minek tökéletes. Túl sokat támadó elő szerintem. Persze. Azért olyan gólerős a csapat, mi? Ugye? Persze. Fogd már vissza magad, itt aranylandát fog kapni itt valaki. Igen.
Jó, Koltai. Koltai az jobb oldali. Lerakom szerintem. Prisó helyére. Várj, ki a jobb? Prisó vagy izé? Látod, meg kéne már venni a Messi-be a Ronaldo-t. Igen. Varapi. Jó, Koltai, te lemész, vagyis most inkább te kezdesz, aztán Prisót majd behozzuk. Kell nekünk egy középső támadó középpályás. Stresztik. Csak az a baj, hogy annyira szar ott. Szinte alig tudja vezetni a labdát. Csak inkább izét, Trajkovicsot rakom oda. Pátkai helyére viszont akkor behozom izét. Prisót és akkor Koltaival lesznek szélen. Rudolf per Priskin, ki a jobb? Rudolf a jobb. Ennyivel? Uh-huh. Jézusom. Hát azért pont nem mondtam volna, hogy a Priskin ennyire szar. Hát úgy néz ki egy ilyen. Kambert nem kell. Ez se jó túlzottan. Egy napig. Szerintem egy óra után azért nem lesz. Micsoda? Csak egy napig csőt, tudna állni a béreit kb. Igen. Egy nap se, egy óra. Egy óra. Körülbelül igen. Egy óra. Jézusom, havas pálya, na ez kellett még. Hazai mérkőzésen debütálunk, úgymond. Srácok, úgyhogy... Milyen üzében hónapban vagyunk, bakker? Nem tudom, de ez nagyszerű lesz. Havas pálya. Nem nyáron kezdtük el, hogy... Ugrottunk egy nagyot az időben, na. Vagy az időjárás megvalósult, és nyáron havas. Pontosan. Jó, mondjuk meg se lepüljünk, úgyhogy... De nézd, elmondhatnám, hogy... Messi és Ronaldo egy csapatban vannak, főleg magyarban. Igen. Azt, hogy csődbe vegyek, az már mit számít? az senkit se érdekel. Ja, Istenem, ez komoly lesz. Ez komoly lesz. Hát remélem Rudolf jobban fog válni, mint Priskin. De figyelj, Rudolf, meg most már havas a pálya, a rénszarról sem. Ő terepelt volna. Igen. És még nem rúgtam gólt, úgyhogy most már ideje lenne megtörni ezt a jeget. És még nem is kapták. Igen, ez igaz. Na, Rocsi, Mancini, Radó, Dudás, Nagy, Iszlai, Jánvári, Fehér, Alkibéd és Schimmer lesznek a kezdőjátékosok az ellenféli oldalon. Hát, ott is vannak érdekes nevek. Srácok, szerezzük meg végre azt az első győzelmet, illetve az első gólunkat. Győzelmet, és egy gólői. Ne legyél már ennyire negatív, bazd meg! Hát nem hiszem el! 36 éves Tommaso Rocchi, támadó. Rá kell figyeljünk, kopasz! Ő lesz. Ádám Farkas a játékvezető. Ő Szoboszlai, az meg fogod itt. Neki igazán Szoboszlai, itt kár, hogy nincs. Ja. Na, mit van? Na, kezd egy olyan mérkőzés. Radó, Iszlai. Hátrafele megy egyelőre. Nagy. Vissza Iszlaina. Iszlai megindul. Ezek ketten fedezik. Viszont ez a középre Nagy. Jó, Bucsa. Szép labdaszerzés. Rudolf. Indulj már. Trajkovic. Elfordult a labda elől, az komoly. Féltől. Igen. Nagyon gyorsak tűnik a haladás játékosai, úgyhogy nem biztos, hogy ez olyan jó dolog lesz. Kapjuk már-e? Haló? Nagy? Jó. Első szerelés megvan, Radó. Mancini. Jó, szép, Prisó. Trajkovic. Na, gyerünk, Trajkovic, indulj meg! Ó, bazd meg! Fennakadtam a másik játékoson. Hopp! Trajkovic! Trajkovic! Jön a lövés! Bááá! Kivéd! Kivéd ide, jöhet még egyszer? Nem? Visszább? Á, az olyan hátra. Jajjaj! Jajjaj, pont Rocsihoz! Uhú! Ja, baj!
Gyerünk, Long! Ó, oh, Long lemarad! Jó, Trajkovic, szép! Jókor jött vissza. Rudolf. Trajkovic. Rissó. Megint Trajkovic. Tehát ez egy bucsának, bucsa. Szélen Koltai. Bucsa. Windekör, eladja. Ijjúj, az csoda, hogy nem fújta be a spori. Szép, Lipták. Megint, majdnem, nem sikerült, Prisó. Jó, Windekör. Windekör most nem játszik jól. Ubbazd meg, állandóan a kapu elé kerülnek. Iszlai, Iszlai, jön a fejes, kapufa, gól, Dudás. Ah! Vezet a haladás 1-0-ra a 16. perc végén. Na, pedig a kapufa az elsőt kiszedte. Bassz meg, pont elé. Egy csuka fejes. Na, legalább most már van gól. Ádám Dudás, az első gólja az OTP Bankligába. Hát... nem jó a buli. De, van már gól. Na, erre kapcsoljuk be izét. Les taktikát, úgy. Hát, így már nem a győzelemre kell most törekedjünk egyelőre, hanem az egy pontra. Aztán már meglátjuk. Remélhetőleg nem osszadunk bele az első nagy zakunkba. Még csak egy dúl. Menjünk már rá, gyerekek! Menjünk rá! Nézd meg el, végig megy rajtunk! Nem áll! Lipták, szedd már le! Nagy! Nagy! Úrisó! Helyett Rocsi, bocsánat. Fú! Szépen kivette a kapus. Ajjaj! Közel, közel jár a második gólhoz a haladás. Halad az úton. Szépen. Janvári. Mancini. Janvári megint. Langot megetette. Radó! Radó! Becselezi magát, de Bucsa jön és leszedi. Szép. Janvári adja be. Dudás. Jó, Windekör, szép. Jöhet a bedobás. Az meg, amúgy direkt azért választottam fehér ruhá. Hát ahogy én nehogy! Összetévesztjük a mezt. Erre bazd meg havazik. Tökéletes. Hogyan máshogyan lenne? Ó, szép labda. Trajkovic, de viszont Szalai, Iszlai becsúszik neki. Rocsi. Rocsi. Nagyon gyors. Hűha. Dudás. Jó, szélre megy, nem tud kapura törni. Egyelőre. Jó, Lucho. Leszedi, szép, Windekör. Windekör, mibe fáradtál már el ennyire? Trajkovic is! Jó, ma ki van a bőve. Hát lassan, Koltai, bazd meg. Semmi labda vezetése nincs a csávon. Az mindjárt kiviszi a pályáról. Mit csinál ez? Ez bolond! Futkorászik körbe a pálya szélén. Szedjük már valahogy. Dudás. Rocsi, jó Lipták leszette, szép. Ez meg itt támadni nehezebb, az meg megindulni, mint védekezni. Ajaj. Te, megkérdezem a Toni Kroost, hogy nem el akar eljönni középpályára, mit fog mondani szerinted? Hát te... kész szóval elküld. Ki vagy te egyáltalán? Kávé, Rissó, Trajkovic. Hát nem mennek támadni, tehát hiába vagyunk támadó üzemmódban, a támadó felállásban semmi, abszolút. Középpályán szórakozik mindenki. Jó ez. Ezek nem tudják mi az, hogy támadó poci. Azaz, figyeld, 2v1, nem? Jó, szép Lipták.
Az a baj, elkezdtem kiégni. Elég olyan kezdett. Na, hát az mi volt szabálytalan? Haló? Labda birtoklás 64-36 az ellenfél javára, teljesen jó. Jött a szöglet. Jajjá, és ez csak az első fél idő vége. Hátra van egy komplet játékrész! Pogacsics! Na hát a... Majd ott rúgsz majd mesterhámos. Valakivel. Valaki el tudja találni a kapot. Szedd vissza! Rudolf! 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 Megy! Rudi! Rudi! Gól! Ott az első gól! Rudolf góljával 1-1-re egyenlít a Győri Eto! Gyönyörű! És milyen szép szólóval hozta le! Húúúú! Nyerő ember. Az de szép volt! Nézzed! Figyeld! Egy ember! Négy, öten vannak rajta konkrétan! Dír! Be a felsőbe! Haha! Ez gyönyörű volt. Gergely Rudolf, 45. perc végén. Na, gyerünk, így tovább. Végre tudtunk támadni. Végre, te is ugráig. Na, ha már csapattal nem megy, akkor egyedül szólóba. Rudolfnak fizetés megy. Igen. Egy százossal többet kap majd. Millióval. Jó van, 1000 forintat többet adott neki, csak hogy meg tudja venni a kenyeret a kóba. Már 14-15, akkor még ócsúra kenyere. Puskás Akadémia Kecskemét mérkőzés 0-0 egyelőre. És ez kinek cikli? Kecskemétek vagy a pu... Nem tudom. Ezt már rátok bízom. Na gyerünk! Kéne rúgni még egyet, Lucho. Krajkovics. Rudolf. Hova adod a labdát te? Így. Majdnem belém fordult az ellenfél. Windekör. Windekörben nagyon rossz. Borzalmas. Szedd be. Úgy, Lucho. Szép. Szép. Mehet szélen, szélen, szélen. Úgy. Pisó. Ez ebben nagyon kisodródunk, Prisó, 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 jön Prisó, jön Prisó, gól, 2-1, vezet a Győri Eto Prisó góljával. Na mi van gyerekek, élelezik a támadó játékunk, vagy mi van? Bavatun, de mindenki ez pofán vágta izébe, az öltözőbe, vagy mi történt? Hát 2 perc alatt 2 gól gyerekek. Azt a mindenit. Így tovább. Meg a végén kiszakad a golzsák. Húh! Ez már király. Rokcsi. Radó! Radó! Radó lálövi! Mellé! Mi a puskás sör reklám? Puskás sör. Ott van. Puskás sör. Jó. Pusó. Rudolf, nem tudja kinek passzolni. Bucsa, bazd meg. Bucsa belevitt az ellenfélbe. Rocsi. Szedjük le. Dudás. Állj már meghalom. Miért álltál meg, bolond? Bicsi. Júj! Mellé. Megúsztad. Nem volt veszélyes a kapura, de nem volt jó, hogy oda tudott keveredni elég simán. Vissza, vissza, Windekör, Windekör, mit csinálsz? Radó megint. Radóra figyelni kell, ő csinálja általában a helyzetet. Ajaj, ajaj, ajaj. Jabaj, 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 jó, kiszorítjuk, szép, az hogy? Az igen, milyen csel. Szedjük le, azaz Windekör, jó, csak le kéne passzolnod, jó, szép, 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 gyönyörű, Prisó, Prisó, 2 ember között, áááá, nem sikerült. Jó.
Ajaj, nem jó. Menjünk szélre, menjünk szélre, menjünk szélre. Oké, Liptát, szép. Ilyet a bedobás. Szép. Azt lefújja, le. Baj. Csere a másik oldalon, pont a Radó jön le. Szuper. És a Német jött a helyére, gondolom Német Mártól lesz az. Nagyon sír. Szedjük ki, szedjük ki, szedjük ki, szép, oké. Rudolf. Az csúnya becsúszás volt. Jó, szép játék. Gyönyörű játék! Elhalt a végén a támadás. Várjál, még visszaszerezhetjük. Nem. Jó kontra lett volna amúgy. Éledezik ez a 3v3. Jó, Windekör. Basszus, eladja megint. Szép, Brabowski. Jöhet föl. Nincsen senki a szélen. Menjen már valaki szélre, köszönöm. Ibanez. Lucho. Az milyen passz? Basszus, de elrontja. Lucho, jön! Kapus védi! Még nincs vége. Nincs vége az akciónak. Windekör! Basszus, fetrengve kiszedték. Menjünk vissza, menjünk vissza, menjünk vissza. Jó, szép, Bucsa. Hova passzolsz, te bulon? Mit csinálsz? Ajjaj. Cseréltünk már vajon? Szerintem nem. Nem. Az a baj, annyira jó most a csapat, hogy nem megbontani itt a kémiát. Elég necces. A Priusze. Tehát be Pátkai. Jöhet Srestik is. Levisszük izét Windekört, mert nagyon rossz. Prisként most még nem hozom be. Maximum a 8. perc már nagyon kell. Sárga. Gábor Janvári kapta. Csapatkapitány. Elég csúnyán becsúszott mondjuk nekem. Már volt semmi labdavó, sporik labdavó. Labdavó, igen. Labdavó, Koltai. Jön a beadás. Menjünk vissza Pátkai. Pátkai, labdát szerez, szép. Az nem les. Basszus, pont elérték. Menjünk vissza, srácok. Átmegy, akkor baj lesz. Ez is, hogy mekkora az a játékos, te. Szedd bále. Jó, oké. Mehet a counter attack, visszajött, nem volt les. Rudolf, leteszi középre. Trajkovic fölé. Ott lehetett volna a harmadik gól Trajkovic lábába, de fölé lövi. Nem hiszem el. Na, rúg már ki. Rózsa. Magdolna. Szedd le. Basszus. Jó, oké. Hova? Micsi? Bolond. Az már nem hátra rakta nekünk egyenesen a kapunk elé. Úgyhogy jött az ellenfél. Oszé. Jó, Prisó, mehetsz. Jó, Rudolf, azt nem fogja beérni. Jön a kapus. Oké, viszont ez meg lehet. Meg bizony. Rudolf, újságosan megtoltam. Ez fölmegy, elérjük, nem? Vigyázzunk a szélen. Lipták, menjél. Hűha, kapus, megy. Hihi, eléri, nem, oké. Gyerünk, Pogacsics. Inkább kirúgom a francba, mert letámad az ellenfél. Jó. Az még jó, az gyönyörű. Prisó, igen. Várjál, állj meg. Oké. Trajkovic, mekkora labda! Trajkovic! Strestik! Megint kimarad a harmadik gól. Nem hiszem el. Pedig ott volt közel a kaphoz.
De támadunk legalább rendesen. Már pozitívum. Na, ezt a meccset egyelőre egyértelműen uralja a Győr. Szaggat a hang megint. Már megint? Játéké? Uh-huh. Mindjárt csinálom. Látok. Tudunk egy altabot. Így. Köszönöm, hogy a játékot tudtuk. Nem. Hülyét is kapnék, azt hiszem. Nem lenne jó. Most? Szedd vissza Lipták. Jó, stresszik. Indulj. Trajkovics, miért tolod meg ennyire? Bazd meg, nem kellett volna visszapasszolni, nem mindegy. Ajaj, azt meg el is rontottuk. Gyere ki, kapus! Jó. Hát hogy lehet a kapussal váltani? És meggyertük a mérkőzést, srácok! A Győri Eto 2-1-re megveri a Haladás csapatát! Húú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  Ez jó volt, már ez jó mérkőzés volt. Elindult a BL után. Igen. Megvan a három pontocska. Na nézzük, kapura lövés. Neki több volt amúgy. 6 kapura lövésünk volt, nekik 7. Pontos kapura lövés 4-2 csak. Hát... Én ennél jobbnak éreztem amúgy a mérkőzést, na se baj. Jó, de hát azt, amit tőzik, hogy pontos kapulősnek. Általában csak azt, amit kivíj. Viszont 5. helyre előre jöttünk a bajnokságban, a Honvéd vezet továbbra is, a Ferencváros a második. A DVTK mögött vagyunk szintén 4 ponttal. Az első 6-os az 4 ponttal áll Holt versenybe. Jó, ja nem, bocsánat, a Paksnak van 6 pontja. A második helyen szorosan küzdelem. Jó ez. Érdeklődés Vilmos Szalai kapcsán. 450 000 dollárt tudunk elképzelni. A sok. Az MTK-val lesz a következő mérkőzésünk. Még egy meccs, azt mondom, belefér. Sok dicsért kaptunk a vezetőségtől, ahogy hallom. Nagyon helyes, örülök neki. Nem akarok tudni még. Ja. Vendégek leszünk ezúttal. Remélhetőleg megint ilyen jót fogunk nyomulni. Ja, csak be kell kapni, hogy kukra már indul. Igen. Á, most bejött legalább. Na. Azt mondja, hogy csapatkezelés. Adállás, ezt sürgősen átállítom. A végén legalább jól működött a passzjátékunk is így 4-3-3-ba. Le tudtam tenni a labdát. Na, azt mondja, hogy... Rudolf, jöhetsz. Kit raktam Priski helyére? Ki volt az? Várja. Nem emlékszem, nagyon jó. Ilyen a jó edző, bazd meg! Goltai volt. Kéne középső támadó középpályás. Kéne. Oda ment a Pátkai, ezt tudom. Prisó. Oké, Rudolf, Goltai. Bucsa. Pátkai. Ez JK. Ki a jó? Stevanovics vagy Koltai? Nem Koltai, Koltai. Oké. Okay. Ezt a farkast is meg kéne nézni. Egyszer. Jobb hátvéd, nagy. Nem tudom, hogy ez kicsoda. Akkor Rudolf, Prisó, Strestik, Pátkai, Bucsa, Windekör, oké. Ez így jó lesz szerintem. Akkor menjünk. Gábor Olá lesz a játékvezető.
Egy is ilyen quick time eventes volt, emlékszem. Régi idők. Na, végre rendes idő van. Köszöntünk mindenki, srácok, az NTK Győr mérkőzésen. A harmadik forduló lesz az OTP Bankligából. Győzelem, győzelem. Egyetlen cél a győzelem. Az előző mérkőzésen végre sikerült, úgyhogy irány a dobogó. Remélhetőleg meg is szerezzük. Jó kis karrier lesz ez. Csak most már az igazolásokat kell majd valami megoldani. Na nézz! Groppioli, por. Hogy van? Torge... Mi? Torghelle? Torghelle Sándor? Csiki Kanta, Dr. Horváth. Mi? Igen, ez az a Torghelle? Igen, az a Jézusom! Úristen! Hát Sanyi! Ajjaj! Hát akkor srácok, ez kemény mérkőzés lesz. Meg kell nézni, mennyi jön el. Tényleg? Leigazoljuk Torghellét, bazd meg. Jó kis Torghelle, Sándor. Itt van-e? Már nem, Sándor Károly. Lát, csak lesz még pénzed. Nem így. És itt van Gábor Olaj, játékvezető. Húz, jó meccs lesz. És ott van, ott az öreg Torghelle. Na. Egy kis nosztalgia játék, nem igaz? Gyerünk. De jól néz ki most a pálya. Oké. Okay. Jó, Prisó, gyere. Deutsch. Ez a neve, Deutsch. Csiki. Csiki, csiki, bam, bam. Azaz, Lucho, szép, szép ott Lucho. Jaj, Rudolf, mit csinálsz? Nem oda akartam tenni. Szép, Windekör. Ám, eladja. Mennyi? Most Ádám, gondolom. Dr. Horváth. Ajaj. Vigyázzunk, Torghelle, nem, por, oké, okay, jön a fejes, hoppá, csiki, oké. Okay. Hú, majdnem megvolt az első találat. Nem, soká meg lesz az első találat, nem tudtuk én. Bucsa, Windekör, Rudolf, azt hova passzoltad, Prisó? Passzolj le, passzolj le! Ú, basszus! Jó, nem. Oké, okay, megvan. Szép. Na, ott nincs senki, de van. Jó. Srestig. Ajaj! Szép, 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 szép! Á! De kimegy a labda. Nem baj, bedobás. Kanta. Por. Szép, Bucsa. Kimegy. De ők jönnek. Csiki. Na, kidobta. És végre hallod? Itt van a labda a kezembe, de még most sugják le a pályáról a labdát. Ilyet mikor látsz az ujjakba? Sose. Öcskös. Na. Azt a mindenit, tesz neked next gen játék. Pátkai. Na miért tetted oda? Ott volt izé. Windekör. Windekör. Lövés! A kapus védi. Szép. Kirúgják a labdát, bedobás, jött a Győr. Csí. Szép védés volt amúgy, Windekör. Pátkai, Pátkai, Pátkai még mindig, Pátkai. Áááá, cselezgettek össze-vissza, ameddig végül tisztáz. Az MTK, Lipták, Lipták, jó kiszedi Lipták, vagy már érte, bazd meg. Kösz. Dramovski. Windekör. Pisó.
Bucsa. Rudolf. De miért oda? Az is jó! Gyönyörű! Kiszedte a kapus. Nem annak passzolt, akinek akartam, de végül pont így lett jó majdnem. Térdel. Ki térdel, te szó szerint? Na, úgy, jó. De már mi tudott térde védeni? Jön a fejes. Prisó, fölé. Hűvás. Esküszöm, élvezem ezt a játékot. Ne is. Mert itt élvezetes mindig. Új, horvát. Horvát, jó, Lipták jött, szeret. Igaz, felrúgta a saját játékosomat is, de nem baj. Legalább szeret. Igen. Az áldozatok. Hopp. Ajaj, aztól, nem, Csiki, Csiki! Kötényt rúgott a kapusomnak. Vezet az MTK. Csak az érdekelne, hogy az hogy sikerült. Hadd lássam. Az egy kötény. Csiki? Igen? Hát egy kapus az így nézte. A kapus az így befordult, szó szerint. Ez komoly volt. Még nézte úgy. Jó az ott. Na akkor most kell felkapcsoljunk támadó üzemmódba. Azért szeretem én a menedzser karrierte. Bucsa? De Bucsa, miért engeded el? Pátkai? Ah. Mi bazd? Azt hitted átversz, mi? Ez ebben a lábda az övék marad. Kanta. Gyerünk, szedjük, gyerünk. Szedd már le! Ker? Baki? Az a neve Baki. Bucsa? Pátkai? Áááá, pomba átelém, Kálnoki! Hova passzolsz? Miért oda hátra? Bucsa? Persze a játékosom meg nem figyel. Rudolf? Azt mit fújsz le? Ez mi volt szabálytalan? Nem hiszem el, bakker. Jön a fejes, szép. Szép labda átvétel. Pátkai viszont elcseszi, nem baj, Rudolf is szerzi, jó. Ez most Pátkainak kell menni 1v1-be. Ó, Pátkai, de beáll elé. Ajjaj, oké, okay. Rudolf, Pátkai. Tedd már le. Strestig. Járatjuk a labdát, járatjuk a szélen. De kilöknek a labda elől! Bucsa, ez előnyszabály. Torgelle. Sanyi. Mindekör leszedi, jól van. Tehát megmozdulna a szembe lévő játékos, akkor még el tudnánk kapni így is. Vigyázzunk az öreg Sanyi bácsira. Ha! Hát az mi? Remélem le is jól van helye. Sárgala. Vas Ádám kapta. Elég csúnyán arrébb rakott engem. Jézus, mekkora a csávú. Hát az úgy, ki a könyökölt, mint az állat. Itt még a könyöklésér is jár a sárga, látod? Öcsém, bazd meg, mi lett az új fifákkal? Jobbak lettek, szebbek. Hát igen, annyira jobbak lettek, hogy... Ajjaj, annyira jók lett... bravo! Jó, szép ott kapus. Annyira jók lettek az új fifák, hogy igazából csak azért érdekel a FIFA 23-ban egy női válogatottak és a női BL, tehát... Ez mindent elmond a játékról, nem? Prisó? Prisó? Érd már el! A bolond! Ó, nem futott rá rendesen. Tegyük fel kicsit ultra offenzívba. Ilyen pár perc erejéig. Ó, lesz ez mi? Ezt mi megnyerhetett, jön. Gyere vissza középre. Vigyázz! Szél! Csiki! Megint Csiki! Hé, hey, ott felborított a játékosomat! Haló! Spori! Indulj! Labdavon. Indulj! Prabowski! De ne told meg ennyire! Szedd vissza! Az Jézusom! Mekkora bukfencezett a játékosom, te! Szedd le! Torhelle! Lő! Pogacsics!
Húh! Az öreg Sanyi bácsi. Majdnem ráküldte. Az igen, Pogacsics! Szép tenyerelés volt. Hát, Vas Ádám végzi el a szögletet. Itt a penye hátra, úgyhogy. Ajj, Kanta! Mellé ment a fejes, és ezzel véget is vett a játékvezető az első félidőnek. 1-0 eddig, még visszahozhatjuk, csak nagyon vigyázni kell a védelembe. Kecskemét Diós Győr 1-1 egyelőre. Az még rá is eredmény. Gyerünk. Majd ma a Kecskemétől furcsa lenne egy Diós Győrre egy így. Szevasz, szuper! Jaj, oké, Pátkai. Kucsa. Brabowski. Long. Kicsit basszolgatunk hátul. Rudolf. Mondjuk új pipát imádom. Ne? Tökéletes lejző. Milyen eredmények tudjuk, vannak. Tudjuk, Rudolf, hova adtad a labdát te Jaj, a két játékosa meg egymást zavarja. Oké, okay. Windecker, szép. Brabowski. Bucsa? Passzolj, de ne oda! Visó? Mindekör? Bazd meg! Torhelle! Ajaj, ajaj, szedjük le, szedjük le! Kanta? Horvát? Szedjük már le! Badnai? Csiki? Hova futkorászik ez a bolond? Hát lejön a szöglet zászlóhoz, nézd meg! Jó? Jó. Dot, Deutsch, Deutsch, nem! Jaj, ajaj, az Tizi! Tizi! Bazd meg! Miért ütött ez föl, te bolond? Ah! Nem igaz! Lucho! Mit csináltál? Nem élem, nem piros lap. Fogta, az fölökte a francba. Hát, egyik... Őszintén szóval így nem tudom, ez hogy sikerült, de... Hogy kell védeni? Hogy kellett a régi fifákba védeni? Gondolom, hogy nem változott mi. Ki? Horváth levégzi el. Azt hittem már Torhelle, és most mekkora ízben van, bazd meg. Jújj, gyerünk, Pogacsics. Ezt kell szedni. Na. Ah, belövi. Belövi Horváth. És 2. 0. Jöhet az 5-0. Zárás nem, nem hagyjuk, nem hagyjuk, nem hagyjuk. Belenyúlunk a mérkőzésbe. És megcsináljuk. Amúgy nem volt rossz, mert éreztem nagyjából, hogy hova fog menni, csak... Aztán végül úgy döntöttem, hogy átugrunk a másik irányba. Kimber, gyere be. Trajkovic, jöhetsz te is. Oké. Okay. Gyerünk. Valahogy meg kell csinálni, legalább az egyenlítés, az egy pont kell. Pontokat gyűjti. Rudolf. Kimber. Pátkai. Pátkai, de húzd már vissza, könyörgöm! Jó, bedobás. Trajkovic. Jött a beadás, Brabowski. Jön a fejes! Trajkovic. Mellé. Gyerünk, 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 gyerünk. Ultra letámadás, gyerünk. Nem azt akartam. Ezt. Látsa a embert. Úgy. Szép. Trajkovic. Kamber. Jó. Szép lett volna, de fölrúg. Szép volt a szerelés.
Jó. Lucho, de... Ah, bassz meg! Pór leszedi. Menjünk vissza, Bravoszki. Jó, Camber, szép. Teszi a labdát. Pisó. Hátra teszi. Az a baj, megint annyian vannak, hogy nem tudunk elmenni köztük. Jön a lövés! Gól! Pátkai! Gyönyörű! Szép! A 70. percben szép itt az Eto. Gyerünk! Még lehet akár ebből egy döntetlen. Azt mondjuk rendesen megküldte Pátkai. Figyelj, kapásból instant tír. Szép lövés. Gyerünk. Come on. Szedjük már le, fiúk. Úgy, long, szép. Fordulj, Pátkai. Jó, Pátkai, szép. Nem vált időben a játék megint. Ez meg lehet. Ellenfélé, Torhelle. Viszont eladja. Pátkai. Most, ott kellett volna valakinek jönni szélen. De nem jön. Rudolf. Rissó, lövi! Kiszedi a kapus! Hol van a labda? Szedjük már le! Trajkovic! Passzolj már, Bravoszki! Valaki? Rudolf lövi! Fölé! Támadunk, jók vagyunk, gyerünk! Meg lehet! Lőd már! Hát most fogom behozni a Priskint. Be is hozzuk gyorsan. Rudolf már fáradt. Itt is csak 3 csere volt akkoriba? Aha. Igen, 3-3. Na, vidd ki akkor a labdát, vidd ki! Mondom, vidd ki te balon! Akkor ne vidd ki, akkor add ide! Kösz. Reget a gozámasz. Szedd vissza. Kimber, oké. Okay. De hova adott te? Vitki, akkor vitki létszik. Nem viszi ki, bazd meg. Az igen! Ezt oda elkerült a Torhelle, Sanyi úr. Sanyi bácsi. Ilyen passz Torhelle mellett, ne adjuk le. Légy szíves. Long. 7 perc van hátra a mérkőzésből, 7 perc, Rudolf jön, kapus kivédi, kipattan! És a kapus rúgja el. Bazd meg, nem kellett volna előni! Azt hittem nem fogom elérni. Nem hiszem el. Nem igaz. Benne van a mérkőzésben az egyenlítés. Szedjük már, gyerünk már, fussunk! De befut elém. Gyerünk! Micsó? Azt eléri, basszus Kanta! Szedde, jó! Jó! Fuss! Jó, Trajkovic! Bazd meg, eladja! Szedd vissza! Jaj! Hűha! Baj van, Houston! Indul az MTK! Nem jó! Jön a fejes! Vége! 3-1. Szép fejes volt. Eltemették az esélyeinket. Egy kontraakcióból gyönyörűen megcsinálják. A volt győri játékos, Leírói Miklós meg elhúny. Igen? 47 éves úgy. Az tizi? Az nem volt tizi? Kirúgta a lábamat? Haló? Sporikán? Labdarú. Az annyira volt labda, hogy... A harmadik mérkőzésünket sajnos elvesztettük.
első vereségünk a szezonban. Nem volt ez sem rossz mérkőzés. Csak sajnos az elején nem tudtunk jól támadni. Kár a gyors bekapott gólér. A pontos kapura lövést 4-4. Kapura lövéstekünk volt 9, MTK-nak volt 6. Sajnos a helyzet kihasználás az így nem sikerült. Hello Nitro, üdvözöllek téged is. Jaj, jó volt, jó volt. Így most visszaestünk a 10. helyre, a Paks vezet. Ez még a szezon eleje. A Pécssel fogunk játszani majd. Jelenleg a tabella úgy áll, hogy a Paks vezet 12 ponttal. A Diósgyőr viszont a második 10 ponttal. Őket követi a Fradi 8. Újpest szintén 8 ponttal. Videóton Pápa 6-6-tal. Nyíregyháza 5 pont. Honvéd 4. Debrecen 4, és mi is 4, plusz az MTK is 4. Ahhoz képest amúgy az MTK előtt vagyunk. Tudsz-e többit nézni például a kupáról, hogy valamit tudsz-e váltani? Mindjárt ránézünk. A Puskás Akadémia jelenleg az utolsó, a Kecskeméttel. Az viszont... Magyar kupa. Hú! Ja vár, kupa mérkőzés jön most? Hoho! A Pécssel? Az jó! Azt meg kell nyerni. Ja, várjál, de utána vagy a, vagy a Dunaújvárossal, vagy pedig a Ferencvárossal fogunk játszani, ha tovább kivéve megyünk. Kivéve a sorsolnak, akkor bizony nem tudod. Hát de itt van. Itt írja, nem? Nem, ez szokta írni a izében is. Igen? Abba is, hogy jól hát jó, jó. Nem szeretnék a Ferencvárossal összekerülni itt kapásból. Ezt nem itt kell megnézni, mert azt hiszem az egyéb ligánkban, ugye? Aha. Dény, egyéb liga. Chelsea vezet a Premier League-be. Ja, csak az... Nem tudunk kupát nézni, hogy valami? Szerintem az izében van, ahol a mi bajnokságunk van, most ott van. Lehet. Megnézzük, hogy áll. Spanyolországban a Real Madrid vezet. Mondjuk ott csak egy mérkőzés volt. Valencia, Barca, Espanyol. Az egy komoly. Drága Valencia, most a csődön mennek, kiesnek, minden momentum. Németországban a Dortmund vezet, Bayern a második, Hoffenheim, Frankfurt, Hertha, hol a Lipcse? Nincs Lipcse. Lipcse itt még nem jutott föl. Ez komoly. Ja, második osztály, 9. helyezettje. Ez komoly. Lipcse, mikor 2009 alakult egyáltalán. Franciaország most már Paris Saint-Germain vezet. Jó volt az. Várjál. Csapatstatisztika, mérkőzések, nem tudjuk valahol. Várjál, OTP Bank Liga, barátságos, válogatott, Magyar Kupa. Ezeket tudjuk. Szerintem a BL még nem indult el, nem? Na, azt szoktam mutatni, hogy felejtezőt, meg ilyesmiket. Nem mutat. Akkor nem tudjuk addig nézni, hogy nem tudjuk. Csak a bajnokságokat enged egyőre, várjál, statisztikák. Itt is csak a izéket tudom megnézni. Na akkor ebben még valószínűleg nem volt benne. Na jó, srácok, azt mondom, hogy ennyi volt. Ez tetszeni fog, jó lesz ez a szezon. Élem. Mentés, oké. Kilépés, duplán kell menteni mindig. Na, élveztem. Jó volt ez a játék amúgy. Szétadtam. Na, el leszünk vele. Ezt a karriert végig fogjuk vinni mindenképpen, srácok. Úgyhogy, hát jövünk ide. Na? Azért néhány meccset skippelned kell, hogy haladj is úgy. Igen, azt gondoltam. Na, hát nem baj, benne van, azt figyelj. Most. Na, mire jó lesz ez? Ezzel a csapat olyan 300-at mondok. Aha. Az a lényeg, hogy most itt a top 5, tehát mondjuk inkább top 8. Top 8-ban benne szeretnék lenni így a Győrrel. Aztán meglátjuk, hogy hova jutunk. A Magyar Kupába viszont tovább kéne jutni. Azt mondták is a vezetőségnél, hogy a Magyar Kupa az fontos, úgyhogy valamit meg kell oldani abban. Ám ma meglátjuk. Na, jó van srácok, ennyi volt akkor. Ez jó kis FIFA 15-ös OTP Bankliga karrier, majd valamikor folytatom ezt is.
Este pedig 8 órakor Outlast, úgyhogy találkozunk akkor. Na, szép délután kívánok mindenkinek, srácok, majd találkozunk este. Legyetek jók? Na, szevasztok, szevasztok, szevasztok. Sony.